Sziasztok! Ma az egyik legnépszerűbb ilyen gyúrós, kondis kajának egy különleges verzióját fogjuk elkészíteni. Ez nem más, mint a fehér rész zabkása. Ugye, hogyha ilyen egészségtudatos étrendről, illetve ilyen konditerembe járók reggeléről beszélünk, akkor nagyon sokszor előkerül ez a fehér rész zabkása, mint a beszokott figura minden héten. Ennek az a pozitívuma, hogy nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, viszont ha ugyanaz a fehérjéd van otthon, akkor egy idő után unalmassá válhat. Most megmutatjuk egy olyan verzióját, ami nem ez az alap, hanem ezt kicsit megcifrázzuk, viszont így is eszméletlen gyorsan elkészíthető, nincs szükséged hozzá se sütésre, se főzésre. Kétféle verziót fogunk most elkészíteni. Mutatunk nektek egy csokis mogyoróvajas és egy almás fahéjas verziót is. Ugye nyilván zab lesz az alapja mindkettőnek, az egyikbe egy csokis, a másikba egy vaníliás bilderes fehérje fog kerülni. Ezen kívül a csokisba holland kakaópor, mogyoróvaj, illetve egy kis mogyoró fog menni a tetejére. Az almás fahéjasban meg nyilván fahéj, illetve alma lesz, ami kiegészíti az alap fehérjés zabkása menüt. Az első verzió, amivel elkezdem, most az almás fahéjas lesz, mert itt az almát egy kicsit oda fogom tenni fahéjjal a serpenyőbe egy kicsit rotyogni, így nagyon jól össze fognak érni az ízek. Ez a lépés kihagyható, tehát nyersen is beleteheted az almát. A pozitív oldala, hogy akkor megmarad jobban az almának a roppanósága, viszont ha így csinálod, akkor nagyon kellemesen összeérik az íze a fahéjjal, és én ezt már teszteltem, nekem otthon a legfinomabb lett ez a verzió, tehát ez volt a legfinomabb zabkása, amit valaha ettem, ezért így fogom megcsinálni, és ajánlom nektek is, hogy így készítsétek el otthon. Mert az alma a serpenyőbe, kicsit már itt előmelegítettük a serpenyőt, fogunk tenni még egy kicsi vizet alá, de előbb egy kis fahéjjal megszórjuk, sőt, ne kis fahéjjal, hanem nyomjatok rá fahéjat rendesen. És hogy összekaramellizálódjon jól az alma a fahéjjal, egy kis eritritet fogunk rátenni. Jól keverjétek ezt össze. Az alma fog amúgy levet engedni, de egy kis vízzel megsegíthetitek a folyamatot. Amíg az alma itt rotyog a serpenyőben, addig el fogjuk tudni készíteni az éjszakázó zabkásánk alapját, mert hogy ez az extra, amivel mondtam, hogy többet tud, mint egy hétköznap fehérjés zabkása, hogy ez egy éjszakára a hűtőbe eltevős, másnap reggeliző zabkása, tehát igazából ezt csak bekeveritek, beteszitek a hűtőbe éjszakára, és mire reggel felkeltek, lesz egy nagyon extra reggelitek. A kezdésnek mehet bele a zab, mi most egy 100 g zabpehelyet használtunk, amit most fel fogunk önteni mandulatejjel, igazából bármilyen tej megfelel, mi most mandulatejet választottunk. Itt ez nagyjából érzésre működik, tehát annyi tejet tegyél hozzá, hogy kellemesen el lehessen keverni a zabot, viszont ne legyen annyira híg, folyékony az állaga. És most jöhet a lényeg, egy adag vaníliás fehérjét fogunk beletenni. Szóval tök egyszerű, ugye látjátok, egy edénybe össze lehet mindent keverni, viszont ugye mondtam, hogy ez egy almás fahéjas verzió lesz, az almát ugye már oda tettük, viszont az abba is fogunk tenni egy kis fahéjat. Kész van az alma, nincs más dolgunk, mint rátenni a tetejére. Ha ez megvan, akkor most le fogjuk csukni a tetejét, de hogyha nem ilyen csatos üvegbe csináltak, az se baj, és mehet a hűtőbe, vagy egész éjszakára, de legalább 2-3 órára. Ugye mondtam, hogy egy csokis mogyoróvajas verziót is fogunk csinálni, ez most nagyon gyors lesz, ugyanúgy nagyjából 100 g zabbal kezdünk. Ebben a verzióban nem vaníliás, hanem csokis fehérje fog kerülni. Mehet bele egy kis holland kakaópor, nagyjából egy 20 g, és akkor ezt is felöntjük mandulatejjel, mint az előzőt. Elkeverjük. Ennek még egy fontos összetevő ugye a mogyoróvaj, tehát hogy ebbe a zabos fehér és kásába is fogunk tenni egy kanál mogyoróvajat. Illetve opcionális, de aki szereti az édeset, az egy kis eritritet is még beletehet. Ennek a tetejére fog most kerülni még egy kis olvasztott mogyoróvaj, illetve csoki, és ha ezt betesszük a hűtőbe, ez ott 2-3 óra alatt tök jól meg fog rajta dermedni, és ez is kicsit fel fogja dobni ezt az alapvetően lehet, hogy unalmas reggelit. Ezek most bemennek a mikróba nagyjából másfél-két percre, és jöhetnek a tetejére, elsőnek a mogyoróvaj, utána a csoki. És hogyha ez megvan, akkor csak egy kis sós mogyoróval megszorjuk a tetejét. Na és mehet ez is a másik mellé a hűtőbe.
Na hát ugye meg is vannak az éjszakázó zapkásaink, annyi különbséggel, hogy most nem egy éjszakát hagytuk pihenni őket, hanem csak 3-4 órát. Viszont tényleg ez a varázsa ennek az egésznek, hogy este bekevered, beteszed a hűtőbe, és egy éjszaka alatt ez szépen összeáll, és reggel már elted is, elmész edzeni, utána egy edzés utáni kajának tökéletes. Nyilván a mogyoróvajas csokis verzió egy kicsit ilyen tömegelősebb verzió, az almás fahéjas az viszont szerintem egy teljesen tiszta verziója ennek az egésznek, és nézzük meg, hogy hogy sikerültek. Ugye ezt láthatjuk is, hogy a csoki jól megdermett a tetén, de ugye ez is volt a célunk, illetve az almás fahéjas íze is biztos, hogy teljesen jól összeértek. Hát igen, kisebb csoki darabok azért lesznek benne, de hát ettől lesz jó. Ugye ez egy édesebb, masszívabb verzió volt, viszont a csoki a mogyoróval tényleg nagyon jól passzol. Most nézzük meg az almás fahéjas verziót. Almás dzsem a tetején nagyon jól néz ki. Nem vicceltem, mondjuk az elején azt mondtam, hogy ez a legfinomabb verzió, amit eddig ettem, most is a legfinomabb. Sokkal jobban szeretem hogy a csoki mogyoróvaj kombót, de ez az alma fahéj, így, hogy lepirítottam, kicsit összerötyogtattam az almát fahéjan, ez így verhetetlen.